Sziasztok! A mai napon egy kaotikus versenyre kísérhettek el minket. Ha érdekel, tartsatok velem! Mikor odaértem a lovakhoz, gyorsan adtam nekik reggelit, és utána szembesültem vele, hogy a tegnap 2 órán át mosott lovam tiszta kosz, úgyhogy ezt gyorsan el kellett még távolítanunk a verseny előtt. Természetesen a lószállítós hiszti most sem maradhatott el, így majdnem egy órával később tudtunk elindulni. Ezen a napon nem csak én versenyeztem, hanem 2 tanítványom is indult a futószárasban. Hetek óta készülünk a versenyre, nagyon várták már, és mindketten nagyon ügyesen teljesítettek. Mindketten a legjobb tudásuk szerint teljesítették a feladatokat. Én nagyon büszke vagyok rájuk, és Fanni még egy helyezést is hozott haza. Miután a lányok végeztek a versenyzéssel, beraktuk a lovat a bérelt boxunkba, mert én csak 2 órával később versenyeztem. Befonták a sörényét és a farkát, és délben elkezdtünk nyergelni. Miután kész voltunk a nyergeléssel, mentünk melegíteni, mert 1/2 órán belül én következtem. A melegítő pályán szokás szerint jól viselkedett, úgy érezte magát, mint aki otthon van. Ügettünk, vágtasztunk, egy kicsit ugrottunk néhányat, és mentünk is be a pályára. Bemutatkoztunk, és meg is kezdtük a pályát. A Victoria akkor a szép, a Gvédával szép mezőről azt hittem a következő induló. A versenyszám ideális időre volt, ami az egyik gyengénk, mert általában mindig túl gyorsan szoktunk körbeérni rajt, úgyhogy most igyekeztem egy kicsit lassabb pályára törekedni, ami nem sikerült. Viszont aminek nagyon örülök, hogy mindegyik akadály után sikerült jó lábra érkeznünk, így egy egész szép összképet kapott a pályánk. Amikor ráfordultunk az utolsó akadályra, még volt 10 másodpercünk, úgyhogy úgy döntöttem, hogy lassabbra fogom a tempót, és így viszont túl lassan értünk be. 4 másodperccel elmaradtunk az ideális időtől, így az első 6-ban nem fértünk bele. Holga Victoria, akkor a szép lap. Grindával szép. És itt pedig a 60-70 cm-es pályánkat láthatjátok, ami stílus elbírálásos volt. Egyébként rengetegen versenyeztek ezen a napon, mindkét versenyszámunkban 30 fölötti induló volt.
Először versenyeztünk ekkora magasságon, és volt néhány távolságunk, ami egy kicsit közel lett, de összességében teljesen elégedett vagyok azzal, ahogy teljesítettünk, egy szép hibátlan pályát mentünk. Az eredményhirdetés után felpakoltuk a lovat és a cuccokat, és itt már azt láthatjátok, ahogy otthon levesszük őt. Kibontottam a sörényét és a farkát, és jött a jól megérdemelt pihi. Eger már nagyon hiányolta a kis barátnőjét, úgyhogy nagy volt az öröm, mikor hazaértünk. Köszönöm, ha végignézted, remélem tetszett. Ha van kedved, nézd meg az Insta és a TikTok oldalamat is, lent lesz a leírásban, és egy következő videóban találkozunk. Sziasztok!